Utószilveszteri koncertet adott az Avaházi Csaba, Martonosi László, Mirák József, Riz Levente, valamint Takács Botond alkotta még egy körzenekar, akik ezúttal is a törzshelyüknek számító Csekovszki Árpád művelődési házban muzsikáltak január 12-én. Így köszöntötte Abaházi Csaba, a Még egy kör zenekar énekese a közönséget a Csekovszki Árpád művelődési házban. A hagyományosnak számító utószilveszteri koncerten Teltház fogadta a kerület népszerű rock együttesét. A formáció egy új dalt is bemutatott a publikumnak, Kövesd az álmod címmel. A frontember kiemelte, hogy a számok megszületése során a zenekar minden alkalommal összerak egy vázlatot, amelyre Borvári László ír szöveget. A Kövesd az álmod, ez így tudva levő volt, ez egy pillanatok alatt megszülető dal volt. Közben írtunk még hármat, azokat már toljuk magunk előtt, tudom, van olyan, amit egy éve. Ezt pedig szerintem novemberben kezdtük el próbálni. A Józsi egyszer csak lejött, a Mirák Józsi, a gitárosunk a próbára, eljátszott egy témát, és mindannyian azt mondtuk, hogy ez kell, ez lesz az új dalunk, ez nagy sláger lesz, és aztán meg is született rá a szöveg. Valahol az úton kincsek várnak rá. A dal arról szól, hogy ha az ember követi az álmait, azokat a célokat, amit gyerekkorában vagy felnőttként szeretett volna elérni, akkor csodás dolgokra lelhet. A hangszerelés Mirák József munkája, a zenész televíziónak elmondta, miként szokott alkotni. Kétféleképpen, legalábbis nálam, nem tudom már szerzőknél ez hogy működik, kétféleképpen jönnek a dalok, vagy az, hogy az ember a reggeli kávézás közben, ugyanekem már mindig az ölembe van a gitár, és akkor az ember pilinszkázik rajta valamit, és egyszer csak bejön valami téma, és aztán lehet, hogy az landol is egy pár évig a fiókban, illetve a telefonomon van egy ilyen kis mappa, az a címe, hogy ötletek, abban van legalább 60-80 ilyen kis ötlet, aztán valamelyikből semmi se lesz. Abaházi Csaba kiemelte, hogy nagyon szeretnek a Csekóban játszani, hiszen tulajdonképpen hazai pályának számít a helyszín a zenekar számára. A koncert során nem csak egyetlen új dal csendült fel, hanem debütált egy másik is, a Leszek a tűz, melyet a közelmúltban kezdtek el játszani a rock tematikájú rádiók. Egy zeneszerző barátom írta, megkért, hogy énekeljem el. Az volt a terve, hogy egy külföldi előadónak eladja, de aztán annyira jól sikerült szintén Borvári Lacinak a szövege, meg a feléneklés, hogy egyszerűen azt mondta, hogy jó, akkor ezt inkább megtartja, és itt megpróbálta Magyarországon bevinni rádiókba, tévékbe, és mindenkinek tetszett. És ha már így elkezdték játszani, akkor én megkértem a zenekart, hogy csináljunk belőle egy zenekari változatot. Az este folyamán a Még egy kör egy Bon Jovi szám újra gondolt feldolgozását is előadta. Az együttes tervei között egy lemez kiadása is szerepel, amely a formáció 6 saját dalát foglalja csokorba. Az együttes legközelebb február 9-én látható majd a Csekovszki Árpád művelődési házban.